Bárhol is élünk, mindenhol találkozunk rovarokkal. Nem csoda, hiszen az élővilág legváltozatosabb csoportja az övék. Belebújnak a műzlibe, előbújnak a szekrény mögül, éjszaka a döngicsérésük idegesít, reggel pedig az a hely viszket, ahol a vérünket szívták. Az is igaz, hogy a méz körül is van valami szerepük. Nyugodtan figyeljetek meg ti is egy-egy rovart közelebbről. Felfedezők utánon! Rovarok közelebbről. Mindenek előtt tisztázzuk, hogy minden bogár rovar, vagy minden rovar bogár. Minden bogár rovar, de nem csak a bogarak rovarok, hanem a lepkék, a méhek, a darazsak, a szitakötők, a poloskák és egyebek is. Gyerekek, láttatok-e már páncélt, páncélos vitézt? Mi a közös a páncélban, meg ebben a játékban, meg ebben a játékban? Mindegyiknek van egy kemény védőrétege. Mindegyiknek kívül van a kemény borítója, így van. És még valami közös? Olyan, mintha ízelt lába lenne. És olyan, mintha ízelt lába lenne. És hát kívül van a kemény része, belül vannak a lágy részei. Mutatok nektek egy igazi rovart. Talán ismeritek is. Szarvasbogár. Igen. Nőstény. Nőstény? Igen. Miért mondod, hogy hív? Nagy a szarva. Mert nagy a szarva, igen. A rágója, azt hívjuk szarvnak, nagy a rágója a hímnek, ez a fején van. A torán vannak a szárnyai, és a szelvényezett potrohát látjuk még így, hogy a szárnya ki van nyitva. A fején lemezes csápja van. És nagyon sok bogárnak van még ilyen lemezes csápja, de másoknak, csótányoknak, egyebeknek fonalas csápja van, és azt megmutatnám nektek. Tehát ez itt a fonalas csápnak a makettje. Látjátok, hogy ennek is így belül van a belső része, és mint a gyöngyszemek, úgy vannak a csápnak az ízei. Ugye a testük szelvényezett, a lábaik és a csápjaik ízeltek, és hát a rovar ezzel a fonalas csápjával nagyon ügyesen mindenféle irányban tapogat, szagol és egyebeket csinál. A fejükön nem csak a csápjaik vannak, hanem az összetett szemeik is. Nézzetek át ezeken a prizmákon, és mondjátok meg, hogy mit láttok. Sokat mindenből. Sokat mindenből és mindenkiből? És amit láttok, az mindegyik másképp, vagy ugyanazt a képet látjátok? Ugyanaz. Ugyanaz a kép. Ugye egy nagy átverés, ez a gyerekeket így verik át. Azt mondja a játékkészítő, hogy így látnak a legyek, fly eye az a neve, pedig a legyek nem is így látnak. A rovaroknak a fején van a szája is, ugyanúgy, ahogy nekünk, csak ők nem beszélnek vele, és nem lélegeznek vele, de ugyanúgy esznek, mint mi. Ugye beszéltünk erről, hogy a szarvasbogár hímjének nagy rágója van, de azzal nem eszik, mert az túl nagy ahhoz, de a legtöbb bogár az rágószájszerűen rág. A lepkék azok szivogatják a nektárt a virágokból egy ilyen jellegű pödörnyelvel. Persze nincs ilyen nagy hangja, amikor szivogatják. De még mindig nem ez a leghosszabb szájszerv, hanem vannak poloskák szúrószívó szájszervel, amelyeknek a testüknél többszörösen hosszabb szipókájuk van. Például ennyire hosszú. Valaki vállalkozna arra, hogy ezzel megiszik egy pohár tejet? Vagy teát? Mindenki vállalkozik, akkor majd a sors eldönti, hogy ki legyen az. Lukács, elnyerted a lehetőséget, akkor rajta kezd el. Gyerekek, ti meg képzeljétek el, hogy egy ilyen hosszú cső van a szájatokhoz nőve, és csak ezen keresztül tudtok táplálkozni. És hogyha jól laktatok, akkor arrébb kell menni. Hát erre a poloskák fejében egy ilyen üreg van, amivel fel van tekerve a szipókájuk. Na de menjünk egy kicsit a természetbe, és nézzük meg, hogy mit csinálnak a rovarok ott. A rovaroknak van egy nagy haszna, az, hogy nagyon tápláló a testük. Ti ettetek már rovart? Nem. Megkóstolnátok egy ilyet? Nem. Ez egy skorpió, ez nem rovar, de ugyanilyen nyalókákat lehet kapni légylárvával, bogárral, minden egyébben. És mi van, én azt mondom, hogy ettetek rovart?
például a cseresznyében, ami kukacos volt, vagy a szilvában, vagy akinek berepült a szájába a muslica, és észre se vette esetleg. Nem veszük észre, az ízük nem rossz, nem, különösebben nem zavarnak, csak úgy gondoljuk, hogy ezek nem jó táplálékok. Akármit gondolunk a rovarokról, gondolhatjuk róluk, hogy undorítóak, gondolhatjuk róluk, hogy érdekesek, rettenetesen fontosak a földi élet és az ember szempontjából. Rovarok nélkül sokkal szintelen volna az életünk, nem volnának virágok, nem volna madárdal, és nem volna mézédes íz. Hermann Otto mondta madarakról, hogy nincsen káros és nincsen hasznos, a természetben csak szükséges van, és ugyanezt mondhatjuk el a rovarokról is.